Nem, aki még nem hallotta, akkor elmondom még egyszer. Ebben a pillanatban hívtak, hogy megérkezett a visszajelzés, hogy a deviza tőke nyilvántartásokat és annak vizsgálatán megindultak a nyomozások. Azt mondják, hogy ne 3 évig tartson a nyomozás. Ne 3 évig, mert addigra már mindennek vége. Nem mondják, és nem tudnék egy millió. És akkor ezzel kapcsolatban Szombatki fehér föl egy csomó bandozó levelét fogja felolvasni. Az az igazság, hogy mostattuk meg a Lombardnak, a Banki Barak felére a válaszunkat. Ez alapján mindenkit el kell, hogy keserítse, mert teljesen feleslegesen vagyunk itt, meg itt rágok. Miért? Felolvasom a levelet, és utána elmondom a dolgokat. Az az igazság, hogy ezt nem érti a kúria itt székelő, igen, általában nem tisztelt tagjai, mert nem saját autóval járnak, mert jár nekik a Q7-es, meg a többi állami autó. De ha egyszer saját autót vennének maguknak, vagy a gyermekeiknek, akkor hallgassátok meg a Lombardnak a válaszlevelét. Idézek belőle egy részt. A TM kiszámításával kapcsolatosan. A szerződésköttéskor hatályos TM rendeletének megfelelően a TM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyam kockázatát és kamat kockázatát, viszont az árfolyamrés, a vételés eladási árfolyam közötti különbözetet a 11B paragrafus első bekezdése A pontja szerint, pillanat, visszavászok, mert a telefonok dolgozik, egy pillanat, várjatok, eddig izgalmasabb. Na, hol ment? Istenem, csak találjam meg. Na, várjatok, pillanat. Két kezel könnyebb. Nyilván hülyeségeket tudnak írogatni. Addig, míg az úr felkészül, én pillanatnyi adás vagyok, Dunavarszányból egy egyszerű paraszt gyerek. Nem tudok ilyen bonyolultan fogalmazni, mint itt az előttem szólok, én csak azt tudom, hogy egykor a paraszt kutyát tartott, hogy ügyázzon a jószágára, vagyonára. Cserébe tette, eltartotta. A kutya ellene, vagy jószág ellene fordult, vagyon ütötte. Így van! Mert ez a vagyon ütni! Vagyon ütni! Ma számos kutyát foglalkoztatunk. Rendőrség, NOS, ANTS, önkormányzat, okmányiroda, politikusok. És minden kutyát ellenünk fordult. Minket faragdált. Nagyon szemtelenek, de a bank nevű korcsunk van a legjobban elpofátlanodva. Fényes nappal, a szemek láttára eszi a tyúkjainkat, utána meg zeperel őket, hogy nem kapott szállattát hozzá. Eljött az idő, hogy a bank nevű kutyánkat itt szemben a kúria nevű kutyánk rákvaszedje. De ha leteszi, akkor sajnos a bank nevű kutyánkkal együtt a kúria nevű kutyánknak is pusztulnia kell. És hogyha ez sem volna elég, az egész politikus falkát Fideszestől, MSZP-től, EU-tól el kell zavarni, és új génállomány után kell nézni. Most a bankvilág saját betartatatlan, apróbetűs kétkészagos hálójának adtam lehetőséget adva sok millió embernek a kitörésre. Kérlek, hogy soha többé ne fuss a saját kutyád elől. Köszönöm. Köszönöm!